elnyerte az Európai Parlament támogatását Paolo Gentiloni. A 65 éves volt olasz miniszterelnöknek Ursula von der Leyen a gazdasági ügyeket felügyelő portfóliót szánja az új Európai Bizottságban. Gentiloni 3 órás meghallgatásának középpontjában az eurozóna reformja és az EU fiskális szabályai álltak. Utóbbiakról azt mondta, nem tökéletesek, változtatásra szorulnak, de fogadkozott, a hiány lefaragásán fog dolgozni, csak több mozgástérrel. Nem minden képviselő értette, mire gondol pontosan. Nem adott konkrét válaszokat, csak a problémákat írta körül, de azokat magunktól is tudjuk. Olyan biztosra van szükség, aki megoldásokat nyújt, és emiatt voltam csalódott. Több vállalást szerettem volna hallani tőle, mondta Markus Ferber, német néppárti képviselő a szociáldemokrata jelöltről. Beiktatása után Gentiloni fog örködni a tagállamok költségvetése fölött, és összhangot kell találnia a fegyelmezetten költekező északi országok és a növekvő adósságú déliek, köztük saját hazája Olaszország között. A meghallgatás nagy része homályos volt, szerintem szándékosan. Tudja, hogy konszenzust kell építenie, és nem akarja egyik oldalt sem elidegeníteni. Szerintem ennek hangsúlyozásában jól teljesített, különösen az Európa felé mutatott elköteleződésében, vélekedett Luis Garciano, spanyol liberális képviselő. Noha Gentiloni jelölésétől többen a fiskális szabályok újragondolását várják, szakértők szerint meg lesz kötve a keze, felettese, a lett Vladis Dombrovskis bizottsági alelnök ugyanis ezt nemigen támogatja. A bizottság intézményi működésébe szűrőket építettek, így a Gentiloni által javasolt változtatásokat az alelnök ellenőrzi, aki viszont a megszorítások híve és saját politikai hátteréhez is hű. Emiatt lehet, hogy feszültségeket láthatunk majd. Állítja Alberto Alemano, a párizsi HEC üzleti főiskola EU jog professzora. Gentiloni, Renzi korábbi olasz kormányfő jóbarátja, ugyanakkor már megmutatta tárgyalási képességeit, például a Líbiával kötött migrációs megállapodással. Von der Leyen elnök most azt várja tőle, hogy a klímaváltozás kihívásait figyelembe vevő gazdasági döntéseket hozzon, és alkosson meg egy uniós munkanélküli ellátási rendszert.